Sziasztok! Ebben a videómban a DMR működéséről szeretnék egy kicsit beszélni. A videó elsősorban rádiomatőr szemszögből mutatja be a DMR működését. A DMR működése nincsen teljes külön ismertetve. Először az alapfogalmakat nézzük át, aztán a DMR rádiós interfészét beszéljük meg, és a végén pedig a Tier 2 működést beszéljük át a Brandmeisteren keresztül ismertetve. Ez az utolsó rész lesz gyakorlatilag az, amelyik a Brandmeister működését, azaz a magyar rendszer használatát mutatja be. Digitális rendszerekben nagyon fontos dolog a hiba ellenőrzés, illetve a hiba javítás. Hiba ellenőrzéssel megállapíthatjuk, hogy a vett információban van-e hiba, hiba javítással pedig nem csak azt állapíthatjuk meg, hogy van-e hiba, hanem a hibát ki is javíthatjuk. A DMR elég sokféle algoritmust használ hiba ellenőrzésre, és még többet használ hiba javításra. Attól, hogy nem halljuk hibásnak a hangot, attól még tartalmazhat akár sok bit hibát is, úgyhogy az az általános állítás, amit ugye minden napi rádiós forgalomban használunk, hogy bit hibamentesen vettelek, az nem helytálló, ugyanis attól még, hogy valaki tökéletesen hallunk, attól még lehetnek bit hibák a vett adatfolyamban. A hibajavításnak köszönhetjük azt, hogy a digitális rendszerek még gyengébb vételi viszonyok között is jobb hangminőséget tudnak biztosítani. Nézzük meg, hogy általában hogy néz ki egy hívás digitális rendszerekben. A hívások headerrel, azaz egy fejléccel kezdődnek, utána következnek a hanganyagot vagy az adatot tartalmazó keretek, és a végén pedig egy terminátor található. A fejlécben, illetve a terminátorban általában megtalálható a hívás információ, tehát az, hogy ki kit hív, illetve egyéb hívás paraméterek. A hívás információ általában a köztes adat, illetve hangkeretekben is továbbítódik. Ez azért fontos, mert előfordulhat, hogy nem is kerül a headert vennünk, csak később tudunk becsatlakozni a vételbe, és csak a köztes adat, illetve hangkereteket tudjuk elkezdeni venni. Emiatt nem tudjuk, hogy ki kit hív, viszont a köztes keretekben sugárzott hívás információból össze tudjuk rakni ezt az információt. Ezt az esetet hívjuk late entry-nek. Ha nem veszük a terminátort, és egy ideig nem jön hang vagy adatkeret, akkor egy bizonyos idő után automatikusan végzünk a hívással. Digitális rendszerekben egy adatcsomag általában a következő képen kerül átvitelre két állomás között, tehát az egyik állomás megnyomja a PTT-t, akkor az ábrán látható csomagrészeket fogja kisugározni a rádiója. Először a preamble sugározza ki, amely egyesek és nullák sorozata. Ez arra szolgál, hogy a vevő megtalálja a bit szinkront. Ezután következik egy előre megadott szinkron szó, ami általában 4-8 bájtos, és ez segít abban a vevőnek, hogy megtalálja a byte szinkront, azaz a keret szinkront. Ezután már tudja a vevő a bit és a byte szinkront, és képes beolvasni a headert, ezután pedig következnek a hangot, illetve az adatot tartalmazó keretek. DMR-nél nincsen preamble, illetve a szinkron szó is a keretek közepén található, erről később fogok még beszélni. Beszéljünk a DMR szabványról. Ez egy ETSI szabvány, 2005-ben jelent meg, és a legfrissebb verzió 2016. februári. A szabvány lehetővé teszi különböző gyártók készülékének azonos hálózaton történő működtetését, tehát lehetséges egy kínai Titera rádióval, egy Motorolával összeköttetést létesíteni. A DMR-t tírekre osztjuk, ezek gyakorlatilag kategóriák. A tír 1 az a DPMR, itt csak simplex van, de persze én már láttam kínai gyártó által készített DPMR átjátszót is, de ez a szabványban elvileg nem lehetséges. A szabvány szerint a tír 1 csak simplex üzemet tud, és korlátozott a kimenő teljesítmény is. A rádiomotorok a tír 2-t használják, itt már lehetséges az átjátszókat hálózatba kapcsolni, kihasználni a TDMA adta két timeslot lehetőséget. A Tier 3 az a trönkölt működés, ezt általában csak nagyobb vállalatok használják. A rádiomotor üzemben azért nem tanácsos a használata, mert egyrészt drága, másrészt pedig az egyes gyártók a Tier 3-at különbözőképpen értelmezték, és különböző rendszereket fejlesztettek ki. A Tier 3 működés a DMR szabványba csak később került bele, mint hogy a gyártók kialakítottak volna már a saját rendszereiket. A DMR 4FSK-s modulációt használ, két slotos TDMA-val, tehát két timeslot áll rendelkezésünkre, 9600 bit per szekundum a teljes adatátviteli kapacitás, de ugye mivel két csatorna van, ezért egy csatornára 4800 bit per szekundum jut. Keretek 264 bit hosszúak, és a keretek között van egy 24 bites Common Announcement Channel, ezt a bázisállomás sugározza ki. Erről majd fogok beszélni. Mindegyik TDMA slot, tehát mindegyik timeslot 30 millisekundum hosszú. Így néz ki egy DMR időrés. Lehet látni, hogy egy Common Announcement Channel van a két timeslot között.
és ugye a támszatok váltogatják egymást értelemszerűen, tehát először támszat 1, aztán támszat 2. Látható, hogy a szinkron szó az a keret közepében van, és a keret adattartalma, az a payload, az pedig ezt öleli körbe. Ez azért jó, mert hogyha a mobilállomás nem képes követni a timeslot szinkront, vagy jelterjedési idő miatt a két timeslotban sugárzó mobilállomások adatai összekeverednek, összecsúsznak, akkor is a szinkron mindig sértetlen maradhat, mert ugye az foglalja el a keret közepén lévő helyet, nem pedig a keret végén vagy a keret elején van, ahol az időosztásos működés miatt sérülékeny lenne. Az ábrán egy átjátszó működése látható. Az átjátszó és a mobil állomás között egy timeslotnyi különbség van, mert az átjátszónak vennie kell a teljes keretet ahhoz, hogy újra ki tudja sugározni. A timeslotok között található a Common Announcement Channel, ezt csak az átjátszók sugározzák ki, tehát a mobil állomások nem. Ez különböző információkat tartalmaz a soron következő timeslotra, tehát rögtön a Common Announcement Channel után következő timeslotra vonatkozóan. Tartalmazza, hogy melyik timeslot következik, tehát a timeslot 1 vagy a timeslot 2, illetve jelzi, hogy foglalt ez a timeslot, és egy úgynevezett short LC, tehát egy short link control átvitelével pedig képes azt is jelezni a mobil állomások felé, hogy éppen privát vagy csoporthívás van ezen az adott timesloton, vagy adathívás, és egy rövidített formátumú CLDMR ID-t is tud sugározni, ami alapján az energiával takarékoskodó mobil állomások eldönthetik, hogy érdemes-e felébredniük teljes mértékben dekódolni és értelmezni ezt az adott timeslotot. Mint ahogy korábban beszéltünk a digitális rendszerekben zajló hívások felépítéséről, egy DMR hanghívás is headerből, hangadatból és terminátorból áll. DMR-nél a headert Voice LC headernek hívjuk, az LC az a link control rövidítése. Tipikusan három headert is továbbít a DMR, pont amiatt, mert nincsen preamble, tehát a DMR nem használ preamble-t, így a vevő állomások nehezebben találják meg a keretszinkront. Ez a Voice LC header tartalmazza a hívás információt, tehát hogy milyen DMR ID-val rendelkezik a hívófél, milyen DMR ID-t hív, milyen a hívás típusa, tehát csoport vagy privát hívás, illetve egyéb opciókat. A headert követik a hangkeretek, ezek tartalmazzák a Voice LC headerben lévő hívás információt, beágyazott jelzés átvitel formájában, és a hanghívást egy terminátor keret, azaz egy terminátor vit LC zárja, ebben is szerepel a hívás információ. DMR-ben egy hang- vagy adathívás, privát vagy csoporthívás lehet. Minden esetben van egy cél, illetve egy forrás DMR ID. Nézzük meg azt, hogy mi történik akkor, hogyha egy átjátszón keresztül szeretnénk a DMR rádiónkkal beszélni. A PTT lenyomásakor a rádiónk elkezdi ébreszteni a bázisállomást, azaz az átjátszót, CSBK adatkereteket sugározva. A CSBK az a Call Signaling Block rövidítése. Az átjátszó a vett ébresztő CSBK keretek hatására elkezd üres kereteket sugározni. Ezekre az üres keretekre tud a rádiónk rászinkronizálni, beolvassa a Common Announcement Channel-t, így meg tudja állapítani, hogy az átjátszó éppen melyik timeslotot fogja kisugározni, így adásra fog tudni kapcsolni abban a timeslotban, amelyikben szeretnénk, tehát amelyikre a rádiónk be van állítva. Térjünk vissza újra a hanghívásokra. Az ábrán láthatjuk, hogy hogyan néz ki egy Voice Superframe. A DMR-ben a Voice Superframe-et 6 keret alkotja, ezeket ABCDEF betűkkel jelöljük. Minden A keret tartalmaz szinkront, a többi keret a beágyazott jelzés átvitelt viszi át. Mivel egy DMR hanghívásnál csak minden 6. keret tartalmaz szinkront, ezért nagyon fontos, hogy minden állomás pontosan tudja tartani ezt a keret szinkront. A hívás információ pont akkora, hogy egy superframe-ben, tehát egy BCDE keretben elfér. Egy szuperframe-ben nem csak a hívás információ utazhat, hanem GPS pozíció is, vagy Talker alias is. A GPS pozíció szintén elfér egy szuperframe-ben, viszont egy Talker alias átvitelére akár több szuperframe is szükséges lehet. A DMR az AMBE 2 plusz hangtömörítési eljárást használja. Egy DMR hangkeretben 3 AMBE frame utazik. Egy AMBE frame 20 millisekundumnyi hanganyagot tartalmaz. Nézzük át újból, hogy hogyan néz ki egy DMR hanghívás. A hívás Voice LC header-ökkel kezdődik, ezután következnek a hangkeretek, amiket szuperframe-ekbe csoportosítunk, és a hívás végét egy Terminator vid LC zárja. Egy DMR adathívás CSBK preamble-ökkel kezdődik, ezek CSBK adatkeretek, hasonlók, mint amit a rádiónk sugároz ki ahhoz, hogy egy átjátszó felébredjen, csak itt most nem az átjátszó ébresztéséről, hanem az ellenállomás ébresztéséről van szó. A CSBK preamble-ök után következik egy vagy több header és az adatblokkok.
Az adathívások lehetnek visszaigazoltak, vagy nem visszaigazoltak. Az adatokat háromféle módon lehet kódolni. Ez meghatározza, hogy egy adott mennyiségű adat átviteléhez hány blokkra van szükség. Ha a rádiónk egy visszaigazolandó adathívást vett, akkor egy választ headert küld, ami lehet nyugta sikeres vételről, vagy hibajelző header. Hiba esetén lehetőség van a hibás blokkokat újra kérni. Ezen az ábrán példát láthatunk arra, hogy hogyan néz ki egy adathívás hiba nélkül, tehát amikor a vevő állomás rögtön visszaküldi a minden rendben üzenetet, illetve egy adathívást hibákkal, újraküldéssel, amikor a vevő állomás visszaküldi, hogy mely blokkokat, itt az ábrán a kettes blokkot szeretné újra kérni. A kettes blokk rendben megérkezése után egy minden oké válaszüzenetet küld egy header formájában. Tekintsük át röviden, hogy az egyes gyártók rádiói hogyan továbbítják a szöveges üzeneteket egymás között. A DMR-ben lehetőség van IP csomagokat továbbítani, ezért a Motorola és az őt másoló kínai rádió gyártói úgy döntöttek, hogy ők UDP csomagokat használnak a szöveges üzenetek továbbítására. Mivel egy IP csomag továbbítása egy adathívásnak minősül, ezért a Motorola, illetve a kínai rádiók kétszer annyi adathívást kell, hogy használjanak egy adott szöveges üzenet átküldésére, mint a HITERA, azaz a DMR szabványon meghatározott szöveges üzenetet használó rádiók. Ez azért problémás, mert minél több a szükséges blokkok száma, annál nagyobb a hiba lehetőség is. A DMR rádiós interfész áttekintését követően nézzük, hogy hogyan működik egy Tier 2-es hálózat, tehát például a Brandmeister hálózat, amit Magyarországon is használunk. A példák során ezen az ábrán látható képzeletbeli hálózatot fogjuk használni az egyes szituációk szemléltetéséhez. Felülláthatóak a Brandmeister szerverek, amik közül az egyik a magyar szerver. Ehhez egy hotspot van kapcsolódva, illetve két base station, azaz két átjátszó. Az átjátszókhoz pedig rádiós útvonalon kapcsolódnak mobilállomások. Nagyon fontos, jegyezzük meg, hogy egy hívás, legyen az adat vagy hanghívás, privát vagy csoporthívás lehet. Minden esetben van egy cél és egy forrás DMR azonosító. Egy Tier 2 átjátszó mindent átjátszik, független attól, hogy privát, csoport, hang vagy adathívásról van-e szó. Hogyha az átjátszó szerverhez van csatlakoztatva, akkor az átjátszás mellett interneten felküldi a kereteket a szervernek. A szervertől kapott kereteket akkor játsza ki, hogyha éppen nincsen átjátszás folyamatban. Tehát a helyi átjátszás mindig nagyobb prioritású, mint az internet felől érkező adatok. Mivel minden átjátszásra kerül, ezért beszélhetünk talgrupokról. Hogyha csoporthívást indítunk egy DMR azonosítóra, akkor azt az átjátszó átjátsza, így mindenki más venni fogja, aki ugyanazon az átjátszón van. Az, hogy a rádió a vett csoporthívást kirakja a hangszoróra, attól függ, hogy az adott csoporthívás DMR azonosítója szerepel-e a rádiónk RX Group listjében. Hogyha szerepel, és a megadott group azonosítóra kapunk hívást, akkor hallani fogjuk. Ebből következően privát hívásokat is megkapja mindenki, de csak az a rádió fog megszólalni, amelyiknek a hívás szól. Sokan használnak hotspotokat. Ezek olyan eszközök, amik úgy viselkednek, mint egy átjátszó, de csak kis teljesítménnyel és kis hatósugárral. Általában nem támogatnak két timeslotot, tehát csak simplex módon lehet őket használni egy kézi rádióval vagy egy mobil rádióval. Akkor érdemes őket használni, ha nem akarjuk zavarni az átjátszó forgalmát, vagy nincs elégséges átjátszó lefedettség ott, ahol rádiózni szeretnénk. A hotspotok interneten csatlakoznak a rádiomatőr hálózatra. Nézzünk egy példát arra, hogyha én HA2NON a 2.16.5-ös DMR azonosítóra indítok egy csoporthívást. Mint látható az ábrán, az átjátszó mindent átjátszik, tehát a többi mobilállomás is meg fogja kapni ezt a hívást, illetve az átjátszó továbbítja a Brandmeister szerver számára is. Brandmeisteren egy átjátszót vagy hotspotot mindkét timeslotban külön-külön fel lehet linkelni egy talgrupra. A linkelés azt jelenti, hogy ha a Brandmeister szerver hívást fogad egy talgrupra, mint ahogy az előző ábrán láthattuk, hogy a 2.16.5-ös ID-re indítottam egy csoporthívást, akkor az arra feliratkozott átjátszóknak, hotspotoknak automatikusan továbbítja a kapott hívást, így lehetővé téve az átjátszók között zajló forgalmazást. Mivel az előző ábrán a többi átjátszó vagy hotspot még nem volt feliratkozva erre a csoportra, ezért ők nem kapták meg a szervertől ezt a csoporthívást. Brandmeister automatikusan megoldja a szerverek közötti adattovábbítást is, ezért lehetséges másik szerveren lévő átjátszón vagy hotspoton keresztül is ugyanabban a talgrupban forgalmazni.
Egy linkelés lehet statikus vagy dinamikus. Dinamikusan úgy tudunk linkelni taggrupot, hogy beütjük a rádiónkba az azonosítóját és indítunk rá egy csoporthívást. Statikus linkeket az átjátszók adminisztrátorai állíthatnak be az egyes timeslotokra. Egy dinamikus taggrup linkelése általában 5-15 percen keresztül tart a legutolsó aktivitástól számítva. Ez szerverbeállítástól függ. Ha nincs a taggrupon forgalmazás ennyi idő után, akkor a linkelés megszűnik. Nézzük azt az esetet, hogy H7PTY egy másik átjátszón, a HG5RUC átjátszón egy rövid csoporthívást indít a 216.5-ös DMR azonosítóra. Ennek hatására a szerver fel fogja linkelni a 216.5-ös csoportot a HG5RUC-ra. Ezután én HA2NON, ha a 216.5-ös DMR azonosítóra indítok csoporthívást, akkor azt a szerver továbbítani fogja a HG5RUC számára is, így H7PTY-nal képes leszek beszélgetni úgy, hogy a 216.5-ös azonosítóra indítok csoporthívást. H7PTY-nak is a 216.5-ös csoportra kell hívást indítania ahhoz, hogy én halljam az ő hívását. Figyelnünk kell arra, hogy ahhoz, hogy az ellenállomást venni tudjuk, a 216.5-ös azonosítónak szerepelnie kell a rádiónk RX Group listjébe. Fontos, hogyha egy hívás folyamatban van a 216.5-ös taggrupon, és mi eközben a hívás közben linkeljük az átjátszónkon ezt a taggrupot, akkor csak a soron következő hívást fogjuk megkapni. Egyszerre több taggrup is lehet linkelve egy adott timeslotton, de az egyértelműség kedvéért érdemes minél kevesebbet egyszerre linkelni. Dinamikus taggrupot a 4000-es azonosító csoporthívásával tudunk lecsatlakoztatni. Dinamikus taggrupot bármikor csatlakoztathatunk. Brandmesteren bármilyen taggrup azonosítót szabadon választhatunk magunknak. Vannak előre elfoglalt beszédcsoportok is, ezeknek a listáját a Brandmeister Network oldalon láthatjuk. A Brandmeister automatikusan irányítja a privát hívásokat a cél DMR azonosító hálózati tartózkodási pontja alapján. Ha mindig elérhetőek szeretnénk lenni privát hívásra, akkor állítsunk be RRS-t vagy ARS-t, vagy periodikus GPS pozíció felküldést. Abban az esetben is eltárolja a hálózata a pozíciónkat, hogyha egyszerűen hívást indítunk. A privát hívás a csoport híváshoz hasonló lehet hang- vagy adathívás. A GPS pozíciókat a rádiók a rádióban megadott RRS vagy ARS DMR azonosítóra küldik fel privát adathívásként. Privát hívást átjátszóról átjátszóra indítani illetlenség a hálózat többi felhasználójával szemben, viszont hotspotok között nincsen ezzel gond, mert nem foglal publikus timeslotot. A reflektorok használata DMR-en régi rendszerek maradványának következménye. Logikailag ugyanúgy működnek, mint a taggrupok, lehet őket dinamikusan és statikusan is linkelni, de egy DMR rendszerben feleslegesek. Brandmesteren a 2-es timeslotton lehet reflektort linkelni a reflektor azonosítójára történő rövid privát hívás indítással. Lecsatlakoztatni egy reflektort a 4000-es azonosítóra indított rövid privát hívással lehet. Ha meg akarjuk tudni, hogy melyik az aktuálisan felcsatlakoztatott reflektor, hívjuk az 5000-es DMR azonosítót szintén privát hívással. A reflektor felcsatlakoztatása után a 9-es taggrupra kell beszélni. Jelenleg a legnagyobb hálózat a Brandmeister, utána következik a DMR Mark és a DMR Plus. Ezek a hálózatok a DMR Mark DMR adatbázisából dolgoznak. A szerverek nem engednek át olyan azonosítótól érkező hívásokat, amik nincsenek az adatbázisban. Az adatbázisba az adóengedéllyel lehet regisztrálni. Elég a kiskártyát lefotóznunk a regisztrációhoz. A magyar hálózatban az összes átjátszó az 1-es timeslot 216-os beszédcsoportban van statikusan linkelve. A helyi átjátszón akarunk beszélgetni, használjuk a 2-es timeslotton a 9-es taggrupot. Reflektorokat a timeslot 2-n tudunk csatlakoztatni, alapesetben egyik átjátszón sincsen reflektor felcsatlakoztatva. A GPS adatok preferált felküldési helye a 2-es timeslot, mivel a 2-es timeslot kevésbé használt. A color code, ami az analóg rendszerek CTCS-es kódjának megfelelő dolog DMR-ben, a magyar rendszerben 8-as. Az Echo testhez a 9990-as DMR azonosítóra kell privát hanghívást indítanunk. További információt a hálózat működésével és a szükséges beállításokkal kapcsolatban a hamdmr.hu oldalon találsz. Köszönöm a figyelmet!